Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, először is köszönettel tartozom vendégemnek, Vörös Tamásnak, mégpedig azért, hiszen elkezdődött az iskola a hangszíntérben is, hogy időt szakítottál arra. Másrészt gratulálok, hiszen ez a beszélgetés azért jöhetett létre, nem sokkal az első beszélgetésünk, vagy a sokadik beszélgetésünk óta, hogy az a várva várt CD rövidesen megjelenik, ami a pályafutásod összegzése, úgy tetszik, egy igazi kincs lesz majd a jazzrajongók kezében, fülébe jutva. Viszont ahhoz, hogy megértsék, hogy ez miért is fontos a nézők, ehhez az egy kicsit ismételjük önmagunkat, vegyük sorba, hogy hogy jutottál az 56. születésnapod tájékán, az 55. után, hogy végre itt van ez a CD. Nos, hát azt ugye tudják talán a nézők, hiszen nézték az előző beszélgetésünket, hogy mi egyivásúak vagyunk, több mint 40 esztendeje ismerjük egymást, viszont nem árt egy kicsit visszanézni a múltba, a Lakatos utca 12-ben, ahol polgári létben nőttél fel, és ugye nagyapádban az utolsó Fejér megyei főjegyzőt tisztelhettük. Na most akkor kezdjük el, a tiéd a szó, hogy hogy állt össze ez a polgári létben, egy családban a zene és a vallás, a hit. Általában hogy nőttél fel, Tamás? Hát azért, ugye azt szoktam mondani, vagy azt szoktam, hogy ha baroknak, de már elképzelt, hogy elmondtam a TV-be, úgyhogy hogy engem a kommunizmus szült. Tehát igazából nem lehetett volna ez a házasság anyám, apám részéről, hogyha nem történik meg ez a világégés utáni kettes világégés, tehát ugye más lesz a rendszer, mert ugye, ahogy te is mondtad, hogy nagyapám az főjegyző volt a Lákszai vonalon, a vörös oldalon meg egy kiváló cigányzenész volt a nagypapa. Tehát egy olyan család, ugye? Tehát ha úgy vesszük, az egy cigány és egy polgári magyar vagy fehérvári családból jöttem én létre, és világos, hogy ebben az és a nagyapám már a főjegyzés igen jó zenész volt, tehát hozzányúlt a zongorához, elkezdve mindenhez, nagyon szerette a zenét, meg csinálta. A nagyanyám meg zongoratanárnő volt, szintén az ő férje már a Lákszai oldalon, és hát ezek öröklődtek be, nem gondolom, meg ugye mindig is a zene volt azért otthon a fő egyik cél. Ugye voltak ezek a megingások, hogy azt akarták, hogy ne zenéljek, hanem mit tudom én, legyek kertész, meg ilyenek, de hát ugye egyszer csak átváltozik az ember 19 évesen, vagy 18 évesen, vagy 17 évesen, és azért visszajön a vére, ami nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, tehát ezt most nem akarom tagolni. Ebben van jó is, meg rossz is, gondolom én. Igazából ennyi történet van, utána aztán ez ugye fokozódott, mert elkezdtem zenekarokat csinálni, elkezdtem játszani bőgön, ugye még az egyik nagy bátyám az bőgős is volt, meg ráadásul ő indított el, ugye édesapám, tehát a vörös oldalon, ő zenész volt abszolút, fiatalon halt meg sajnos, tehát többen elég sok minden elindulhatott akkor volna, de talán ez így volt jó, hogy most. Ennek 50 esztendeje, hogy elkezdtél zenélni, több mint 50 év, hiszen 5 éves voltál. Igen, mert zongorázni elkezdtem, még annak idején a Soborjai Feri bácsinál szegénynél, nagyon bírtam, nem, akkor nem bírtam. Tehát most hiába mondom, hogy bírtam, mert nem, mert féltünk őtől azért valamilyen szinten. Az egy idő után már nagyon jóba lettünk, de ez már felnőtt fejjel volt a Feri bácsi. És a sufniról mesélj egy kicsit, ez egy titkos történet. A házban, a sufniból, ahol sok-sok zeneszerszám volt. Ja, igen, ott a Lakatos utcában volt ez a tipikus bérház, 4 vagy 5 ilyen faás kamra, de amikor már ugye elment a fafűtés, mert ugye jött a gáz helyette, akkor átalakították, még ilyen minden volt ott. És akkor apám elkezdte odahozni a dobfelszerléstől elkezdve a szaxofon, meg hangfalakon, és ez egy csoda volt nekem ott. Nagyon furcsa. Hát mondjuk ugye nem tartunk már ilyenekbe hangszert, mert az akkori, ugye szűk volt a Lakatos utca, tehát a szobába se lehetett tenni. Most meg már olyan drágák a hangszerek, hogy mindenki külön se, mit tudom, mi hol ugye, tartjuk. Mondtad, hogy a bőgő, de hogy jött a basszusgitár? Elcsentem tőled egy remek jelző szerkezetet, a pregnáns morgás zeneszerszáma. Ja, igen. Ezt még a Tódor Jancsira ragasztotta rám annak idején, hogy én milyen pregnánsan játszom, és aztán utána ez úgy
a tanszakon is már ösztudott lett, hogy a swingbe, bluesba hogy játszom. Különben ez a basszusgitár volt az első hangszerem. Tehát nagyon egyszerűen, 16 éves korban nem hallgattam jazz, mert az szerintem elmebetegség lett volna jazz hallgatni 16 éves korban, hát nem volt semmi kötődésem annyira jazzhez, hanem jött. Tehát a rockot nőttem fel, mint ahogy mindenki. Tehát Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, bla bla bla, és aztán utána fordult ez át ezekbe a progresszív rock, Emerson, Lake, Pál Bert, ezt te is ismered, King Crimson, vagy voltak a szocialista blokk két nagy zenekar, a lengyel SBB, a Czech Legion Musicum, ezek tök jók voltak. Tehát onnan indult, és aztán ebből jött a blues, majd a jazz. Tehát... Hogy tudtál 4 vagy 5 húron intuitív lenni? Na, hát 4. Hát az 5 most a fiataloknak a díje, hogy már 5, meg 6, meg 7 húron. Hát én nekem mindig tetszett a mélység ezen a korban. Tehát én nekem a dob és a basszus tetszett. Dobos annyira nem akartam látni, mert a kiizzadású. Tehát mindig látom, hogy dobosok kiizzadnak, folyik a jár, mondom, hogy nem, jó, büdösöksz meg minden. Hanem akkor már inkább a basszus, az még mélyebb, mert a szub, meg még, és akkor még lehet. És ott ugye nagyon sok minden van, amit kell ugye figyelni, a ritmikai résztől elkezdve a hangi részig, és a stílusilag. Tehát ezek nagyon fontos. Fantasztikus zenekarokban játszottál, nem? Nagyszerű társakkal. Igen, voltak jók és rosszak is. Én örülök, hogy ővelük játszhattam. Annak idején én örülök mindenkivel, akivel játszhattam annak idején, mert tök jó volt, senkivel nem éreztem rosszul. Á, jó, volt egy-két olyan, az inkább a pop oldalon, akivel nem volt olyan szívesen játék, de ott meg sajnos pénzért nyilvánvaló. Keresni. Akartál valamikor valakire hasonlítani? Egyszer hát, említetted, hogy igen, hogy egyszer kine? Szerettél volna a magasba emelkedni, és jó volt nézni azokat a sztárokat, akiket nem csak tévében, mert nyilván a Deep Purple, Black Sabbath, Jimi Hendrix vonulat az inkább a tévé, de te azért világsztárokat is láttál testközelben, sőt játszottál is velük. Hát az már később volt. Az biztos, hogy a példakép az mindig megvan, hát gondolom, teleked is volt, hogy a Riverino, mondjuk a példaképet, vagy a Pelé, vagy a Puskás. Ahogy én nekem is voltak példaképeim, akkor hát ugye a Jacob Astorius mindenképpen, az nekem a mérföldkő volt az életemben, hogy jött, meghalottam, aztán ugye volt az utána lévő generáció, vagy az előtte lévő generáció, a Ray Brown, a Paul Chambers, Jimmy Gale, Charlie Mingus, aki azt igen sokat tett a bőgőnek a mai szandjáért, és egyáltalában az improvizatív, vagy egyáltalában a hangzás világa, hogy egészen más. Beszélj a csapataidról. Hát, akivel szívesen emlékezel vissza. Mindig, ugye, tehát együtt után tisztába kell jönni azzal, hogy mire vagy képes. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki először gondolkodik a lécen, ami ugye megy fölfele, és mindig többet akar, és akkor ugye elérünk az a pillanathoz, hogy van ugye a magasugró, aki azt mondja, hogy 1-20-nál több már nem megy. Én most így vagyok ezzel, már igen. De ezt tudomásul kell venni, el kell fogadni, hogy nem megy az 1,40 centi, hanem az 1,20. És így a csapataimmal, akikkel együtt játszottam, ők ezt tudták is, ezért soha nem vágytam arra, hogy... Hát persze, hogy vágytam 16 évesen, de aztán utána már nem... Tehát a jazz tanszak után én nem vágytam arra, hogy én egy világsztár legyek, mert nem is... Láttam önmagamban meg azt, ami egy világsztár. Világos, ez egyébként, az előbb beszélgettünk a párhuzamoknál, ugyanez, tehát egy-két NB1-es meccset játszol, oké, de nem 100-at, és nem vagy 50-szeres válogatott. Mert hogy nem. Az okát pedig ne kutatjuk, és legfőképpen ne keseregjünk. Hát ne keseregjünk semmiképpen, mert igazából azt szoktam mondani, ugye, hogy tanítok is, meg tanítottam, most egy idő után már nem tanítok főtárgyat, hogy... Talán ennyi zenész, vagy focista, vagy akár nem is kell. Tehát az kell, aki igazán tehetséges, vagy igazából nem, mondjuk ez nagyon összetett kérdés. Tehát ezekre nagyon sokáig lehetne beszélni. Mert ugye tehetséges is volt, aki elkallódott. Világos. Szoktuk mondani. De van olyan is, aki nem tehetséges, és a spiccen van, ugye, azról sem akarok példát mondani. Példát én sem, de a kismillió celeb van, akiket szívem szerint. Tehát igazából én azt mondom, hogy én visszalépek,
önmagamtól is azt mondom, hogy fiatalok, ők is állati jó. Tehát olyan fiatalok vannak a hátam, Göt vagy most már Imrete, Gudics, Martinka például, aki most nőtte igazán ki magát, aki abszolút, hogyha eléri agyban is ugyanazt, amit technikailag tud játszani, akkor egy kiváló alkotó lesz. Kik lettek a barátaid? Kinek tartottad meg a barátságát? Az, hogy a többség kedvel szeret téged, azt ugye tapasztalom, mert hogy ugye itt volt az Albarégia Fest. Azért az idősekre, tehát azokkal, akikkel egy ívású vagy. Hát az idősek mindenképpen, az idősökkel majdnem, hogy mindenkivel jóban vagyok. Ugye egy-kettővel van, akik egyéni sérelmek a mai napig, ilyen régi, zenei, vagy emberi, de hát az más is. De én minden, tehát akik itt voltak, a Kis Szakcsi, vagy a Balázs Elemértől, tehát ezek az én korosztályom, ezekkel a mai napig. A mestertanítvány kapcsolat hogy működik? Mester jól. Jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye aztán mi átállunk tegeződésre egy idő után, és nincs azért ez a hogy most már hátba váglak, mert most már tegeződünk, és ezért most már minden más. Tehát azért van egy fajta, én úgy gondolom, hogy én is próbálom érzékeltetni azért. De a hierarchia megvan. Nem a hierarchiára gondolok, hanem az egymás elfogadása. Tehát ők most már nem attól kell boldognak lenni a volt diákomnak, hogy a vörössel tegeződöm, meg hátba vághatom, hanem azért kell boldognak lenni, mert elkezdve tudunk beszélgetni már olyan dologról is, ami nem a konkrétan az új rend, vagy a skála, hanem arról, hogy mi elképzelésed van, vagy az életben, vagy az elzenében. És ez a deal, én szerintem. És én hát igazából nem nagyon akarok tenni, vagy írni, vagy mondani, mert én szerintem ez egy nagyon rossz szó. A tanításhoz való viszonyod, nagyon nehezen kezdtél el tanítani. Hát nem nagyon akartam, igen. Nem nagyon akartál. Nem. Ugye hírlik egy srác, aki 16 esztendősen folyamatosan nyaggatott téged. Igen. Aztán beadtad a derekadat. Igen, mert mindig volt az, hogy tanít, de én nem akart. Tehát én 17, 18 éves koromban, amikor aktív voltam, és sztár, ilyen rock pluszban, a Sikivel, meg ilyenek, akkor nagyon sok srác jött oda, mit tudom, a vidéken, hogy akkor tanítsam, de én nem akartam, mert nem is tudtam, hogy mit tudod, tehát igazából mit tanítsak, mert nagyon sok minden belülről fakad. Én még akkor technikailag abszolút nem tudtam igazából semmit, elméletileg se tudtam. Én tudtam a hitet. A hit, ami fontos mindenben, a hit. A lényeges, hogy el kell, hogy érjél valamit, ez most lehet, hogy nézd, onnan kell kiindulni, hogy én amikor engem felvettek a tanszakra 81-ben, nem volt Fehérváron zenetanár, aki könnyű zenével foglalkozott volna. Most nem csak a jazzről beszélek, semmi. Hát eljárhattál az zenei iskolába, a klasszikus bobonót, okay. Fontos. Ez fontos, hozzátartozik. De az, hogy valaki azt mondja, hogy mondjam, hogy jazzt akarok játszani, vagy rockot akarok basszusítani, vagy gitározni, akusztikus, senki nem volt. Tehát ugye mi nekünk ez mind lehallgatás, és a hittel együtt való, és fogalmam nem volt, hogy mit játszol, klasszikus módon. Tehát azt tudod, hogy ez most miért oda kell játszani, azt, hogy miért, hanem egyszerűen az érzés. Ebben az esetben azt mondom, hogy kell az a tehetség, a fül és a nyitottság érzet. Ezután aztán a tanszakon, amikor elindul az, hogy hova, mit, mikor, mennyit kell játszani, akkor ez elkezdesz megőrülni. Mert az teljesen más? Hát persze, mert most egy példát mondok. Fogsz egy foci labdát, ugye te focisztál, és elkezdesz dekázni, vagy elkezdesz kapura rúgni, amikor menj, és önmagad, hogy most azt érzem, hogy a jobb felsőbe. És akkor rúgsz 8-at, és ó, sikerült 8-at berúgni a fölőre. Utána oda jön egy edzés, elmondja neked, hogy oké, az a 8-od a felsőbe, a jobb felsőbe, de akkor most ugyanezt csináld meg a bal felsőbe. 8-szor. És akkor azt mondom, de hát az hogy, amikor ebből a szögből nem tudom, bocs, igen. És ez a szituáció önmagában. No, ez vicc volt. A társakról azért beszélgessünk, mert volt egy legendás trió. Igen. Vörös hát Tamás és a Mohai Fivérek, hát és sajnos nem lehet. Az én nekem a mai napig emészthetetlen szintű már. Egy kicsit ebbe bele is dőltem, mert világos, hogy ez a hárman szétment, mind emberileg, mind zeneileg kifutott. Tehát azért 16 éveket, 17 éveket végigjátszani.
A Tamással egy olyan szintű összeveszés van, aminek az értelmét én a mai napig nem tudom, de ez az ő dolga. Én nem próbálok most erről vele beszélni, tehát igazából legendás trió volt, de itt a drádrám, az a Győgyőző. Mindenképpen. A drámája, 49 évesen egy ilyen csupaszív, dobos srác, aki aztán abszolút nem égette a két végén a gyertyát. Igen, hát tehát... ezt szerettem volna mondani, hogy ott álltunk a Velence, vagy ahogy most hívják, a Magyar Király előtt, a színpad előtt találkoztunk, ugye az Kultúrkorzó utolsó napján, és nyoma sem volt, tehát szörnyűség. Túltetted magad rajta, hiszen nagyszerű mondom, barátok nem, voltatok. Igazából nem, még a mai napig. Tehát igazából még mindig bennem van ez a, hogy miért ő, vagy mit tudom én, vagy miért történt. Tehát amikor az ember egy olyan szituációban ér, hogy a közben lévő emberek, tehát akik annyi időt együtt vagy, vagy annyi mindent átélsz velük, az nagyon furcsa. Én inkább az, mert ha ez mondjuk 70 évesen történik meg, vagy 68 évesen. Világos, akkor is sem jó. No, 20 éves a hangszintéres jelenléted. Ez azt hiszem, hogy egy fontos dátum. Elkezdeni nehéz volt. Hol tartasz most ahhoz képest, hogy amit akkor, amikor beléptél és elkezdted Bodajkon a munkát, terveztél magadnak? Hogy a munkailag, hogy hol tartok? Ennek sohasem lesz vége. Ennek a munkának sohasem lesz, ezt abba lehet hagyni, át lehet adni a stafétát. Generációk változnak pillanatok alatt, de most már nem úgy mérjük a generációkat, hogy 5 évente vagy 10 évente, hanem évente mérjük. Ugye én sem tudtam, hogy ez így lesz. Nagyon sok jó, szép dolog volt ebben, nagyon sok rossz dolog van benne, és én elkezdtem kifáradni inkább azt mondom. Ebből sok minden ért vagy ér, és ezen végig kell gondolni, szereted az, hogy mit csináltál jó, vagy mit csináltál rossz. Én nagyon sok mindent csináltam rosszul. Ez nem kérdés. Voltak jó pillanatok, megcsináltam egy-két jó dolgot szerintem, bár néhányan erre azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy jó volt. Ugye egy csomó szubjektivitás van ebben, de egy objektivitás van benne, az, hogy a gyerekek utána köszönnek az utcán neked, vagy nem. Már pedig köszönnek. Azt tapasztalom, tudom. Még igen. Hát, jó. No, nagyon fontos kérdés szintén, hogy nyilvánvaló, hogy eljön egy pillanat, amikor valami hiányzik, bármilyen jól csináltad addig, amit csinálsz, hiszen azért a megerősítés az Alba Régia Fest esztendőről esztendőre, a többi koncert, a Kultúrkorzót, aki a hónod alatt nőtt fel, és azok a fiatalok, én tapasztalom, hogy jók, viszont a gondolatok azok nem mentesítenek. Szakcsi Lakatos Béla mondta nekem egyébként az a Festen, hogy a legfontosabb dolgok itt dőlnek el. Nem a színpadon, nem akkor, mikor hangszer van a kezedben, nem a gyakorlás során, nem a dalírás közben, hanem fejben és folyamatosan. Na most, ha ez így van, akkor azt hiszem, hogy itt volt az ideje, hogy megjelenjen a CD-d. Miért most? Én nem érzem azért ennyire 100%-nak ezt a CD-t. És különben ehhez nagyon köszönöm, hogy ilyeneket mondasz nekem. Én úgy döntöttem egy évvel ezelőtt, vagy egy fél évvel, hogy van a Sulinek egy állati jó stúdiója, szuper jól főzhet hangi stúdiója, és ugye hallgatom, jönnek, mennek az emberek, blablabla, bla, bla, fiatalok, nem fiatalok, mindegy, és mondom, hogy nekem van már ilyen 10 éves számaim van, én annyira sokat nem írtam. Jó, színháznak írtam gyerektartalapokat, az egy más. De ilyen számokat fel kéne vennem, tudod? Hogy ez milyen jó lenne megint, hogy mit tudom én, ezek a számok eltéve, vagy lehallgathatók lennek, mert ezeket eljátszottuk, ezeket a 10 évvel ezelőtti számaidomat százféleképpen. De és most, ugye most tehát egy CD-n egyféleképpen lesz a mai érzés, vagy a mai feel. És akkor így döntetem, nem, most ugye az a baj, hogy amellett, hogy a hangszintér, ugye én nekem segít a stúdió munkákba, tehát a pénzileg, úgy azért ennek a, most már azért nem olyan egyszerű, mint volt régen, hogy följátszunk egy szegét, tehát nagyon összetett, és akkor pályáztam a Láncos alapítványnak, a Szegfi Láncos, és nagyon meglepett
meglepődtem, és nagyon köszönöm a mai napig, hogy erre kaphattam egy kis pénzt, ami már befedezi a CD-nek a kiadását. Ez egy öttrekkes CD lesz, igazából nem is annyira, ugye már a szám, ugye nagyon sok minden van ebben. Tehát azt mondjuk, mi nem az magyar címet egy számnak, vagy egy magyar lemeznek, de én azt gondolom, hogy a Straight Ahead, mert ez lesz a lemez címe, tehát az egyenesen előre, ez egy slang, egy amerikai slang, én azt gondolom, hogy ez a takar. Most ha kiírom azt, hogy egyenesen előre, akkor milyen úttörő volt a csávó? Igen, voltam úttörő, meg kötelező volt, de most ez nem erről szól. Így van. De eklektikus, roppantul eklektikus, mert én eklektikus ember vagyok. Tehát én nem érzem magamat, én szívesen segítek a most, vagy szívesen dolgozom a bálványosoknokságon, a műszaki csoporttal, én mint műszaki. Csak egészen más, hogy jár az agyam már, mint régen. Tehát logisztikailag még friss vagyok, harcolok dolgokért, amit már nem harcolok, olyan is van, amit nem harcolok, de ezért most harcolok ezért a dologért, és ez az öt szám, hát majd úgy is kapsz, ez egy különböző szám lesz. Tehát itt lehet, azt is lehet mondani, ez egy jazz, nagyon. Hú, ez valami pop-szerű, igen. Na, ez egy blues, ez még blues is tud. De most ez nem olyan vagyok, tehát olyan ez az öt szám, mint a Vörös Tamás. Semmi extra. Tökéletes. Mikor jelenik meg? Hát én októberre számolom, hogyha sikerül. És mikor kerül a boltokba? Mikor hallhatják? Semmikor nem kerül. Lesz koncert belőle? Azt már hall? Szerintem nem. Miért nem? Igen sok sávra játszom. Nem akarok HD-t játszani. Igen sok jó arccal játszom föl, akik tele vannak, hála Isten, Lival fiatalokkal a Hotezba, Balázs Dobol, több számban, Horváth Jancsik az zongorázik. Tehát ezek Gimes, United, tehát ilyenekben játszanak a srácok. Összeegyeztetetlen. Én azért nem próbálok, bocsi, 15 000 idegbetegséget kapsz, amire összehozol egy próbát, és még az se szólal meg úgy. Mint a lemezen. Mert sajnos csalunk idézelbetet. Olyanok vagyunk, mint a bűvészek. Tehát amikor kijön egy szám, és azt mondják, hogy ezt meghallgatom élőben. Nem fogom tudni leadni, mert ez nem aktív banda. Tehát ez nem úgy van, hogy ez egy... Világos. Mind ami volt a Momohai Fölös Trióval annak idején, hogy mi úgy vettük fel az első műsoroskak, az ettát annak idején, hogy 30 buli után elmentük a stúdióba, és fiatottuk két nap alatt a 10 tracket, vagy jó, érted? Értem, ez világos. Egészen más a stengbe van. No, hát akkor először is köszönöm szépen, mert ezt azért hallhatjuk, remélem, hogy rádióban itt-ott. Csinálok az egy klippet. Helyes. Táncolok rajta. Így. Történjünk így, köszönöm szépen, és hát köszönjünk, hogy vagy. Hát azért természetesen, ha koncertek lesznek, akkor találkozunk, meg közben is, meg az utcán mindenütt. A nézőnknek pedig üzenem, kedves nézőink, hogy Vörös Tamásra és az ő csapatára számíthatnak Vízvást a továbbiakban is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések. Sok mindenről esett szó Vörös Tamással. A legfontosabb azonban, hogy októberben megjelenik a CD-je, az a lemez, ami az eddigi pályafutását összegzi valamelyest 5 számban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, minden jót kívánok!